Szép jó estét kívánok, köszöntöm a fehérvári beszélgetések nézőit. Ma esti vendégeim Burján Zsigmond, Balogh Mihály és Barbé Gábor. Szervusztok! Jó estét! Talán ebből a névsorból kiderül, hogy a ma esti beszélgetésünk témája egy olyan film, ami azt mondom egyik oldalról nekünk, köznapi embereknek, akik azért figyelemmel kísérjük a történelmet, hiánypótló. Hiánypótló egyik oldalról azért, hiszen a 17-es alezred Markosfalvi Sipos Gyula alezredes vezényletével belopta magát a szívünkbe, mondom én, és a történelmi köztudatba is, hiszen az a hősiesség, amit a második és isonzói csatában ők véghez vittek, az azt hiszem, hogy fontos. A másik pedig, hogy végre valakinek eszébe jutott, hogy megőrizze ezt, és filmes eszközökkel bemutassa, és ugye a bemutató megvolt, ezt ezúttal is köszönöm mindenkinek, de külön köszönöm elsősorban az ötletgazdának, aki a tervből, az esetőségből valóságot csinált. Ő nem más, mint az én kollégám Burján Zsiga. Szia, Zsiga! Szia, Lás! Ugye forgatókönyvíróként, gondolkodó emberként, rendezőként, operatőrként is jegyzed ezt a filmet. És amikor azt mondjuk, hogy az egy legendás mondatot tetted a film címeként, ugye, amit a július 18-án mondott Sipos Gyula, nagy fontos, csak még egyszer előre. Ez volt az az alapgondolat, az a hívó gondolat, az a felkiáltás, ami aztán megszült ezt a filmet, sok mindenkinek köszönhetően. De kezdjük először a gondolatnál, az ötletnél. Ugye tudjuk, hogy a nagyapád Caporettói története rád rendkívüli módon hatott. Igen, de nem a Caporettói, hát a nagyapám ugye a budapesti magyar király egyes számú honvéd gyalogezrednek volt a katonája, és együtt harcolt a 17-esekkel, hiszen az isonzó ütközetekben, és ő például a Mont Saint-Gabriel védelménél vívott küzdelembe kerül be az első világháborúba, és ott teljesen annyira össze-vissza keveredett a front szakasz, hogy nem tudták megkülönböztetni, hogy melyik ezred ki mellett harcol, és gyakorlatilag ez a legbrutálisabb ütközete volt a harcoknak mondható az összes isonzói csata közül, hiszen 11 isonzói ütközet volt, ebből az ezred a jóvörő részébe kivette a részét, és a legkeményebben is kivette. Úgy, mint amikor elhangzik ez a mondat, ez a Doberdó fennség, de egyébként a Mont-Saint-Michel hegynek a védelménél volt ez a második isonzói ütközet, amikor elhangzott az, amikor gyakorlatilag rommá lőtték az ezredet, és akkor a fiatal, akkor még alezredes ezredparancsok, mert őt 1915. május elején nevezték ki a 17-esek parancsokának, akkor látta az óriási veszteségeket, és csak ennyit tudott mondani. Mondott egy pár mondatot, és azzal fejezte, hogy arra kérek benneteket, hogy csak még egyszer előre, ez valóban elhangzott ez a mondat. Ismerve azt a történetet, illetve azt a gondolatsort, ami végigkísérte a legutóbbi filmes pályafutásodat, ahol Székesfehérvárt vizsgáltad, a középkori történelmünket, egyenes út volt az első világháborús történet megvalósításához? Hát azok adták meg az alapot. Ugye van a Fehér Elemút trilógia, és annak a harmadik részében ugye a dualizmus korától egész napjainkig megy a filmnek a történeti éve, és ugye az első világháborúról is kellett, hogy rakjunk bele a filmbe, hiszen az nagyon fontos volt a város életében, és a hadszíntérkutatókkal, illetve Rózsafi Jánossal akkor abban a filmben készítettem egy interjút, és ő mondta, hogy a 17-esekről beszéljünk, hiszen az volt a városnak a házi ezrede, mert a 69-esek ugye az osztrák vezetés alatt állt teljes egészében, és nem volt felhőtlen a várossal de nem is azt lehet mondani, hogy rosszban voltak, de kicsit merebb volt a 69-esnek a vezetés a várossal szemben. Azt azért ugye tudnunk kell, hogy nagyon sok mindenki segített, legalábbis ebben az értelemben, és majd a közvetlen segítségről beszélünk, de a Pintér Tamás, Tejcinger, Norbert, és a mindenek előtt Gyula bácsit ne feledjük, Kis Iklósi Gyula professzort, mert hogy Gyula bácsi azt hiszem, hogy mint egy második apja
volt azoknak a filmeknek, és részben ennek is, legalábbis ötletgazdaként mindenképpen. De most inkább a beszélgetésünk elején én dörmögő hangomon eldúdoltam, hogy kimegyek a Doberdói, azt... No, utána néztem, hogy vajon miért ez a dal ment át úgy a köztudatba, hogy ma is bennünk él. Hiszen az első világháborúban, független attól, hogy a doberdói-sonzói csaták voltak a legsősebbek, voltak még olyan fajsúlyos ütközetek, ahol nagyon sok ember veszett oda, nagyon fontos ütközetek voltak, és mégis ez maradt meg. És amikor arról kérdezlek benneteket, hogy vajon miért lehetett így, és amikor elgondolkodtatok a felkérésen, akkor gondoltatok-e arra, hogy mi minden számított a magyar népnek, Isonzó, Doberdó, ezek a csaták? Misi, Gábor. Hát természetesen mindenképpen végig gondoltam ezt az egészet. Én is nekiálltam utána nézni, mert ugye felületes tudásom volt erről, szerintem annyi, amit körülbelül mindenki az iskolában hall, ha más nem a dalon keresztül, meg történelem órán amennyi kis tudást csöpögtetnek belénk, mert szerintem egyébként az első világháború eléggé felületesen van átadva. A második világháborúról már többet tanulnak az emberek, vagy a diákok, de az első nekem az egy kicsit ilyen homályos folt volt, és akkor elkezdtem utána nézni, és akkor ráadásul megtaláltam otthon egy kis dobozt, ami a nagymamám nagybátyjáé volt, illetve hát az ő hagyatéka, amiben találtam két fehérvári újságot, akkori újságot, amiben be volt keretezve egy ilyen hirdetés mindegyikben, hogy Sára Gyula polgármesternél jelentkezzék a család, mert hogy elesett az első világháborúban a nagymamámnak a nagybátyja, és ő ráadásul a 17-es népfelkelőkkel volt, hogy tudom, hogy ez nem ugyanaz az ezred, hiszen ők idősebbek voltak és önkéntesek ráadásul, de ott már egyből összekapcsolódott nekem ez az egész, és akkor még így személyessé is vált a dolog, hogy nekem ez igenis egy megtiszteltetés is, hogy az ő emlékének is szentelhetem ezt a filmet, illetve abban a reményben is, hogy másoknak is egy kicsit tisztul ez a dolog, hogy mi is történt akkor. Csak 100 év távlatában kellett visszagondolni Gábor a felkészülés során, hiszen a te szereped egy nagyon összetett, nagyon olyan szerep, ami azt hiszem, hogy minden moziba járót, a filmet ismerőt megérintett. Hogy lehet erre felkészülni? Pontosan az a dolog segített nekem, ahogy mondod, hogy csak 100 év távlatában van a dolog. Tehát én azon gondolkodtam, hogy ez a háborús morál, meg viselkedés, ami egyrészt egy nagyon nagy összefogást kíván a hátország részéről, de a fronton harcoló katonák részéről, meg sokszor egy olyan viselkedést, ami egy önmagából kifordult emberhez mérhető dolog. Tehát ez a tulajdonképpen, ami Doberdón, ez a vérfürdő, nem is tudom, hogy lehet mondani, hogy ez nem áll olyan messze tőlünk, mert 100 évvel ezelőtt is ugyanolyan emberek éltek, mint mi vagyunk, csak legfeljebb, kevesebb technikával dolgoztak. Szóval, hogy ez itt van bennünk most is ez a dolog, és én megpróbáltam teljesen magamat beleképzelni ebbe a helyzetbe, hogy mi történne akkor, hogyha nekem kellene most bevonulnom, és átszűrtem magamon úgymond ezt a dolgot, és nem volt kellemes dolog, volt, hogy úgy ébredtem föl hajnalban, amikor már tudtam, hogy ezt a jelenetet venni fogjuk, hogy valamikor 4 óra körül, amikor a filmben a kezdő jelenet van, amikor felkelő napnál kell fel a katona. Én kipróbáltam, hogy milyen ez, ezzel a tudattal ébredni, hogy ma be fogok vonulni a háborúba, és az nem volt kellemes. Teli mélységekkel és magasságokkal. Mielőtt kérdeznélek, hogy hogyan sikerült rendezői fejjel gondolkodni erről, a mélységekről és magasságokról, hadd idézzem meg Varga Tamást, aki honvédelmi miniszter helyettes, aki azt mondta nekem a filmbemutató után, hogy a 19. század vitáit próbálták lezárni a hadviselő felek a nagy háborúban 20. századi eszközökkel, 20. század fegyvereivel,
amire a levelek lehullanak, hazatérnek katonáink téves eufóriájából felébredve, mindenki előtt világossá vált, hogy ennek a háborúnak nincsenek győztesei, és azért a végét elmondom, hogy köszönet a film alkotóinak, hogy emléket állítottak a 17-es gyalogezred hőseinek. Amikor ez a mondat elhangzik, akkor nekem visszaköszön minden egyes pillanat, amit a filmben láttam. Nehéz volt ezt úgy megfogalmazni, hogy a reménytelenséget a hősiességgel, a köznapit, a magasztossal vegyítve megmutasd? Hát ez úgy indult, hogy először meg kellett írni az irodalmi forgatókönyvet, és már az irodalmi forgatókönyv ezt tükrözi. Tehát gyakorlatilag az volt az alapja az egésznek, az irodalmi forgatókönyv, amitől picit tértünk el. Tehát ti is olvastátok, én azt gondolom, hogy most itt százalékban nem tudom mondani, de az alaphangulatát azt már, ott már tetten lehet érni az irodalmi forgatókönyvnél. És ami a célom volt, hogy akkor is az emberre koncentráltam, hogy ezek itt az adatok, mert nagyon sokat segítettek a nagyháborút kutató alapítványnak a kutatói, az adatok mögött mindig az embert kerestem, és ez volt az alapja én szerintem ennek a filmnek, és azt gondolom, hogy ez sikerült, ez át is jött, legalábbis ahogy visszahallom, hogy a vetítések után beszélgettem emberekkel, azt mondták, hogy ez teljesen átjött. Tehát igen, az ember, meg nem, tehát amikor ez 1915 május végétől indul ez a film, akkor azért már a háborús eufóriának már vége volt. Tehát ott már azért jöttek hírek, hogy ez eltűnt, az nem jött haza. Tehát látták az emberek, hogy ott már a veszteségek már elég komolyak. És ugye ez tetőződött aztán ugye az isonzói csatákban, ahol egyébként a lehető legrosszabb helyeken, a javarészt nagy zömbben a magyar katonák harcoltak. Ugye ez a bizonyos 800 méter, alig egy kilométer, ami érdekes. Igen, hát ez nem egy nagy terület, és hát hogyha azt nézzük, hogy több mint 1 millió ember halt ott meg, három év alatt. Misi, folytassuk a felkészülést. Én úgy gondolom, hogy ide kell fizikai, lelki, szellemi, ahogy Gábor is mondta, és kell valamiféle katonai. Most bizonyos értelemben, ugye én abban a szerencsés helyzetben vagyok Zsigával együtt, hogy 1000 éve ismerjük Jászdi Balást körülbelül, a hagyományőrző főhadnagy barátunkat és az ő csapatát, tehát ők mindent tudtak. Viszont hogyan lehet úgy megmutatni a mélységeit ennek a fizikai felkészülésnek, hogy ez lelki szellemi is legyen egyben? Ezt hogy csináltátok? Zsigát is kérdezem, de elsősorban téged, hiszen azért egyik pillanatról a másikra ez mégsem úgy van, hogy a színpad, hiszen itt vannak lövészárkok, van ágyú, vannak fegyverek, van fizikai megpróbáltatás, és ráadásul lelki és szellem is. Igen, hát ugye volt egy ilyen felkészítő folyamat, amikor jöttek a Jászdi Balázsék, megmutatták, hogy néz ki egyáltalán egy akkori fegyver, illetve én nem voltam más sorkatona, tehát én először láttam közelről ilyen dolgokat. Nyilván az ember látja fényképen vagy videón, az teljesen más, mint amikor igaz, hogy ezek vaktörtények, de így előveszi, és azért így elgondolkodik az ember, hogyha az valakit eltalál, az milyen durva sérüléseket tud okozni. És nekem egy kicsit ilyen félelmetes volt az elején, amikor először mondták, hogy tessék, itt van. És ugye a felkészülésen ráadásul nem is lőttünk vele, csak megtanították, hogy kell tartani, hogy kell vele rohamozni, hogy kell vele kúszni. Ezeket a dolgokat megtanították, a fizikai része az ebben sokat segítettek a Balázsék. Viszont amikor először lőni kellett, akkor nem nagyon volt módunk gyakorolni előtte, felvétel előtt, valóban elsütni a fegyvereket, és én ott azért eléggé izgultam, hogy milyen lesz az egész, de szerintem ezzel a Gábor is így van. Hát pontosan, mert én is ugyanebben a cipőben járok, hogy gyakoroltuk ugyan, hogy hogyan kell tározni fegyvert, de lövést azt nem tanultuk. De az izgalom, ami van ott a forgatáskor, és amikor
mikor érzed azt, hogy készen áll az egész stáb arra, hogy akkor most elkezdjük a jelentet, akkor ez tud annyi pluszt adni, hogy elkezd működni az ember. Gondolom hasonlóképpen működhetett ez a fronton is, hogy muszáj csinálni, úgyhogy csináljuk, és ez bejött akkor is. Ugye egy ilyen film bizalmi ellen működik. Érezted azt a pozitív megerősítést, azt a visszajelzést, hogy egyrészt elfogadták a forgatókönyvet, másrészt pedig ugye, ha akarod, te mondod, ha akarom, vagy ha akarod, én mondom, hogy ki mindenki segített, hiszen ez bizalmi ellen, tehát még egyszer mondom, működik csak. Hiszen van egy forgatókönyvünk, és ezt meg kell csinálni. Tetszik, nem tetszik, bármilyen magasztos az eszme, amit szeretnénk elérni, bármilyen nagy a cél, azért ehhez pénz kell. Ne tagadjuk, hogy általában egy filmforgatás nem mindig a pénz a legkevesebb, és a bizalommal pedig élni kell. Most ez így utólag sikerült, viszont hogy jutottál el, hogy jutottatok el addig, hogy tisztességesen végig lehetett csinálni ezt a másfél esztendőt? Hát ugye először is a Székelyföldvár Megyerjúgó Város közgyűlése, a dr. Cserpalkovics András polgármester vitte be azt hiszem a közgyűlés elé, amikor megszavazták az első összeget, tehát gyakorlatilag a fő támogatója a Székelyföldvár Megyerjúgó Város önkormányzata a filmnek. Aztán utána becsatlakozott, hála Istennek, mert akkor nem is tudom, hogy mi lett volna, az első világháború és centenárium emlékbizottság, és akkor még a harmadik ilyen úgymond főszponzor a Szerencsejáték ZRT. És ezen kívül nagyon sok fehérvári cég, voltak csak 50 ezerrel, de voltak nagyobb cégek, akik komolyabb összeggel, például a Harman, a Videoton és a HTM ZRT, akiket úgy kerestünk meg, hogy Nem tudták, hogy mi ki vagyunk, a Monolimár kollégámmal mentünk hát pénzt gyűjtögetni, és hát azt a visszhangot hallottuk utána, a bemutató után, hogy többen odajöttek, és azt mondták, hogy adnának megint. Ők fogalmazták meg, hogy kaptunk egy bizalmat, és ezzel a bizalommal éltünk, és nem visszaéltünk. Tehát ez egy nagyon fontos dolognak tartom. Ez így van, rendjén. Gábor, Misi, ugye amikor a film felvétel nyilván nem sorban van, közben mit gondoltatok erről a filmről? Nagyon sok színészt ismerek, nagyon sok filmforgatásról beszélgettem velük, mindenki másként gondolja. Egyszerűen a színészeknek egyik része mindig csak arra fókuszál, és azt szeretné, hogy az az egy jelenet tökéletes legyen, és majd az úgyis a rendező dolga, meg a vágó dolga, hogy lesz belőle egy egységes kerek egész film. Figyeltetek arra, hogy mindig ugyanolyanok legyetek, ugyanolyan hangsúly, vagy ez elsősorban rendezői feladat, de azért mindig a színészből fakad. Hiszen ez egy folyamat, egy-egy jelenet, és akkor van egy egységes egész a végén belőle. Hogyan sikerül felépíteni egy jellemet, egy karaktert úgy, hogy ez a végén ne látszódjék, hogy ez jelenetek sora? Hát ez nehéz dolog, legalábbis nekem nagyon nehéz volt, hogy itt nem egy folyamat van. Itt, hogy a színpadon feláll az ember a színpadra, és akkor elkezdi, és ott fel tudja építeni, akár a közönség reakciója is segít abban, hogy meglegyen az ív, és akkor így felspanolja magát az ember, és akkor szépen meg tudja mutatni. Igen, hát az sokkal nehezebb, hogy nem hogy a jelenetek nem sorba vannak, hanem egy jelenet sem egyben kerül felvételre. És akkor hogy onnan folytassa az ember, ahol éppen abba hagyta, ez nekem elég nehéz volt. Én próbáltam figyelni nyilván arra is, hogy az adott jelenet jól sikerüljön, de én nekem végig azért így a szemem előtt lebegett, hogy ez a karakter, hova fog jutni, meg honnan jött, és próbáltam valahogy így belőni, hogy körülbelül akkor most ő hol tarthat. Tehát nem akartam kiragadni így az egészből. Van egy-egy szerepben dramaturgiai mélypont és csúcspont? Például nálad, Gábor? Volt? Hát konkrétan nincs, hogy dramaturgiai mélypont, ezeket így nem fogalmaztuk meg, de a szerep az olyan volt, hogy nagyon szélsőséges érzelmi állapotok között mozgott. És ilyen formán, hogy mélypont, meg csúcspont, ez ugye csak nézőpont kérdése, hogy hogyan,
hogy mit nevezünk csúcsnak, tehát hogy most milyen skálán mérjük. Az, hogy szívből odaadóan lehetett játszani, az adott volt, mert a légkör az lehetővé tette ezt. És onnantól kezdve már viszi magával az embert az, hogy van olyan jelenet, ami akkor derült ki, hogy ezt úgy fogjuk felvenni, amikor sikerült egy olyan folyamatot megvalósítani, hogy a Zsiga is inkább úgy döntött, hogy a kamerát akkor egy másik irányba viszi, és akkor utána, ahogy beszélgettünk róla, mondta, hogy most jöttem csak rá, hogy ez a jelenet, ez ezen a vonalon megy majd inkább tovább. Úgyhogy ilyen szempontból nagyon jó volt, hogy a Zsiga is úgymond kreatívan állt hozzá a dologhoz, és hagyta, hogy kibontakozzon a jelenet a kamerák előtt, és nem ragaszkodott szigorúan ahhoz a forgatókönyvhöz, amit ő előtte leírt otthon. Mert kint a helyszínen az ott adott energiák, vagy nem is tudom, hogyan mondjam, a jelenet igazsága az mást kívánt. Persze fölvettük úgy is, ahogyan ő azt leírta, de így legalább sokkal színesebb anyag állt a rendelkezésére. És jó volt így dolgozni. Igen. Önmagad szerint milyen rendező voltál? Szigorú, megengedő? Mennyi kreativitást enged meg egy ilyen nagyévű film? Hát azt gondolom, hogy ezt csak úgy lehetett végrehajtani, hogy ez egy bizalomra épült. Mint hogy a 17-eseknek az isonzói csatákban való részvétele is egy bizalomra épült, és ezt maga az ezredparancsnok írja le. Tulajdonképpen erről is szól a film, hogy bízott mindenki a másikban, és ez egy közös munka. Nekem volt egy határozott elképzelésem, de valóban közösen tudtuk ezt létrehozni. Én azt gondolom, én nem tudom elképzelni azt, hogy én bármikor is máshogy csinálnám. Én azt csak úgy tudom csinálni, hogy nekem a fő feladatom az volt szerintem az egyik, hogy elhitettem velük azt, hogy ők szeretnék ezt az, hogy a 17-esek katonái legyenek. És ez sikerült. És én azt gondolom, sikerült. Hogy a nagyapád, aki féltően nézett le rád, most már elismerőleg bólint egyik oldalról. A másik oldalról hadd ismételjem meg még egy köszönetet, hiszen talán ebben van legegyszerűbben és legfrappánsabban mindaz, amit gondoltunk mi nézők. Ezt Cserpakovics András mondta nekem szintén a bemutatón, hogy ez az alkotás jó példája annak, hogy nem csak beszélünk arról, hogy Székesfehérvár katonaváros volt, hanem amikor kell, a közösség tud tenni is annak érdekében, hogy emlékezik elődeire, a őseire. Ez a film tartalmában is érdemes arra, hogy nem csak a mában, de a következő időszakban is például szolgáljon. Erre mondanám, ha itt lenne a beszélgetés vége, hogy ámen. Viszont még egy kérdésem lenne. Minden ilyen film vége a bemutatóval együtt, minden estől, hiszen számtalan bemutató vár még ránk, az eddigi sikerek után is egy következő film kezdete. Megfogant-e már a gondolat bennetek, hogy jó lenne folytatni valahogy másként, de ugyancsak ilyen mély tartalommal? Igen, bennem megfogalmazódott, csak azt nem tudom, hogy mi van több tervem. A gond az, hogy annyira kereknek sikeredett ez a történet, és annyira lezártam a végét, hogy ezt nem tudom, hogy hogyan tudom tovább vinni, de gondolkodom rajta, és hát mint ugye a 17-esek sem adták fel, azt gondolom, hogy ilyen sem fogom feladni. Helyes, én azt kívánom, hogy ne is adjátok fel, és egyáltalán köszönöm, hiszen ez a film a 17-es gyalogezred sorsán keresztül mutatja be azokat az emberi értékeket. Megint egy idézet, mint a bizalom, a barátság, a vállalatfeltok maradéktalan teljesítése. Most ti ezt maradéktalanul teljesítettétek, én ezt köszönöm minden székesfehérvári mozirajongó, filmrajongó történelmet kedvelő ember nevében. Méltóság és felelősség kísérte az utatokat, célba értetek. Köszönöm szépen. Köszönjük szépen. Köszönjük. Kedves nézőink, a fehérvári beszélgetéseket látták, a csak még egyszer előre film rendező, forgatókönyvíró operatőrét, Burján Zsigmondot, és két nagyszerű szereplőjét, Balogh Mihályt és Barbé Gábort láthattuk. Maradjanak továbbra is velünk, minden jót kívánok. Viszontlátásra.